Tomi, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és így az otthonod melegéből adsz nekünk interjút. Hogyan bírod most ezt az otthoni önkéntes karantén helyzetet? Szia, illetve sziasztok, én köszönöm a meghívót. Azt gondolom, hogy a helyzethez képest egészen jól bírjuk. Egy csomó olyan dolog van, mivel nemrégiben költöztünk ide a frissen felújított lakásba, amit így az itthon töltött idő alkalmával így a helyére tudunk rakni, amire már így régóta akartunk szánni időt. És bár nyilván egy csomó koncert elmarad, és most már tényleg le fogom állítani a naptárban az értesítéseket, hogy ne is jelezze, hogy melyik buli lenne éppen, mert az nyilván az eléggé mélyen érint. De hát most felfogtuk, hogy az a dolgunk, hogy itthon maradjunk, és akkor így tudjuk megvédeni egymást, meg a szeretteinket, meg magunkat. Nemrégiben lettem kész a Jetlagnek a második nagy lemezével, szóval ez egy ilyen stúdióban töltött időszak van mögöttem, de most megint egy stúdióban töltött időszak következik. Az a helyzet, hogy nekem Budán volt egy stúdióm, amit nemrégiben felmondtam, és a héten költözök ide az utcába, mert találtam egy helyet, ami régen kávézónak volt kiadva, és akkor azt kiveszem, hogy legyen egy ilyen privát szférám, amely én egyedül szeretek, meg tudok dolgozni, és itthon meg együtt leszünk a Szintivel, nem pedig azért, mert rá vagyunk kényszerítve, hogy itthon legyünk, tudod. De egyébként azt gondolom, hogy ő is egészen jól bírja, és bár nyilván hangulatemberről van szó, azért jól kijövünk, meg jó együtt. Csak én dolgozni nem tudok annyira, csak magányomban, úgyhogy ezért akartam ezt is szeparálni. Praktikusan közel van a stúdió, akkor ezek szerint. Másrészt meg pont ezt akartam kérdezni, hogy a boldog párkapcsolat titka mi az összezártságban, úgyhogy akkor ezek szerint nálad az, hogy az alkotó idő az inkább külön zajlik, és akkor megvan külön az irodai időd. Hát ez mind a kettőnknek jó felfogott volt közös érdeke szerintem, szóval, hogy én most hazaköltöztettem a stúdiómat, és lassan egy hónapja azt gondolom, ezt itt csinálom is. De az a helyzet, hogy eljött egy pillanat, amikor rá kellett jönnöm, hogy egy kicsit hosszabb távba kell gondolkodjak annál, mint ahogy azt eleinte terveztem, és hogy ez nem egy-két hónap lesz. Hogyha rámegy a nyarunk, akkor kell nekem reagálnom erre a helyzetre, és úgy tudtam reagálni, hogy kerestem egy helyet az utcában, ahova akkor is le tudok menni, hogyha bevezetik a karantént, és semmi nem akadályoz meg abban, hogy tudjak dolgozni. Meg egyébként szerintem kell mind a kettőnknek a privát idő. A Szinti jobban szeret, jobban ez az otthonülős típus, úgyhogy neki ez nem egy akkora törés, hogy nem lehet kimozdulni. Én inkább, úgyhogy én teremtek magamnak egy helyet itt a közelben, és akkor ez a terv. Azt gondolom, hogy minden napunk egy ilyen újratervezés, igyekszünk nem kilépni a küszöbön, szóval, és ezt egész jól csináljuk egyébként, tehát így magam sem gondoltam volna, hogy ez ilyen jól fog menni. És akkor még osztozkodtak egy cicával? Egy cica van, azt jól tudom, vagy így az Instagramot tanulsága szerint? Igen, ő Zigi, és hát elvileg cica, de gyakorlatilag ő egy földön kívüli, tehát biztos lehetsz benne, hogy nem erről a földnevezetű bolygóról származik, úgyhogy így vagyunk hárman egy ilyen kis család. Az extrém, meg életszerűtlen helyzet ellenére így időre vesszük az akadályokat. És mit a közös programok van? Most láttam, hogy mindenki főz, mindenki kenyeret süt, élesztőt halmoz. Nálatok ez hogy néz ki, ez a házias vonal, ez már megmutatkozott, hogy inkább rendeltek? Nyilván főzünk egészen, és hát jó, inkább a Szinti főz. Én csak néha így belekottyáskedek, de alapvetően így nagyon, nagyon cuki, mert felkelünk, és akkor ő már azon gondolkodik, hogy mit fogok ebédelni, ami azért így megmondom, hogy szintén elég jól esik, meg nem tűnik első ránézésre egy ilyen házias nőnek, de ilyen szempontból is folyamatosan meg tud újulni, úgyhogy én ennek nagyon örülök.
Na, akkor neked jó dolgod van, jól vagy tartva. Nem, nézd, nem panaszkodom. És akkor említetted ugye, hogy most ugye fájó pont, bocsánat, ezt karcolgatom, ugye, hogy ha jól tudom, akkor nem olyan rég lett volna a lemezbemutató a Jetlagnek a második albumával? Igen, az A38-on lettünk volna március 24-én, mivel előtte egy héttel tört ki ez az egész káosz, ezért az nem volt. Most nyilván egy lemezt elkészítesz, mit tudom én, ez majd két évig készült, aztán utána szeretnéd megünnepelni, de ezúttal így nem lehetett, ami nyilván elég mélyen érintett, de hát egy ilyen felelős döntést kellett hozni, és az volt, hogy mindenki szépen hazament a próbateremből, és megbeszéltük, hogy amint tisztul az ég, utána folytatjuk. De láttam, hogy a Maradj Otthon Fesztivál keretein belül te is csináltál egy kanapé koncertet. Ez milyen élmény volt egyébként? Ez inkább ilyen házi stúdió koncert volt egyébként, tehát addig fejtettem az itthoni cuccot, mert a Szintinek ugye találtam itthon kameráit, amit be tudtam vetni, meg nekem ugye a házi stúdiókkal, ugye a mikrofonokkal, meg minden, ezért így meg lehet szólalni. Úgyhogy addig fejtettem, amíg így teljesen belebonyolódtam így a technikai részébe, de nagyon sok mindent megtanultam közben, úgyhogy nem volt hiába való, és az új stúdiómban azt gondolom, hogy ezt az egész live performance dolgot, ezt végletekig fogom tudni cizellálni, mert így érdekel, meg mozgat. Meg hát tulajdonképpen azért lássuk be, ez az egyetlen egy performance lehetőségem most így az adódott helyzetben, úgyhogy két verzió lehetséges, vagy nem mutatkozom meg élőben, vagy így mutatkozom meg élőben. És én mostanában ez utóbbit választottam. Aztán nyilván, ahogy telik az idő, majd én is finomítok ezen, de szerintem egy ilyen énekes dalszerző ilyen otthoni vagy házi stúdió körülmények között felvett live-okba úgy nagyjából vissza tudja adni azt az érzést. A hangulat az nyilván nem az, de így meg lehet közelíteni. Mert hát annyi pozitív feedbacket kaptam egyébként ezzel kapcsolatban, hogy milyen jó fej, hogy ilyenkor is szánsz ránk időt, meg energiát, és tényleg egy hétig fejtettem azt a live-ot, még nem is látszik rajta egyébként, még tele van gyerekhibákkal. Szóval jól esik a közönség feedback is. Hát persze, ugye szerintem nagyon sokat jelent az embereknek, főleg azok, akik esetleg egyedül vannak otthon, hogy a zene az nekik tényleg egy ilyen mentőöv tud lenni, úgyhogy szerintem ez tényleg nagyon fontos. Most nyilván ez ilyen kicsit szirupostnak, meg vanírosnak, vagy ilyen dagályosnak tűnhet, de hát a Titanicban is emlékszel, a zenészek mit csináltak, mikor süllyedt a hajó, zenéltek. Szóval, hogy így annyira nagyon sok választás nincs, ahol a fel kell kapni, és ugyanezt fogom csinálni, sőt valószínűleg holnap után is, úgyhogy a helyzethez kell valami olyan módon alkalmazkodni, hogy megmaradjon az autenticitásom, de egyébként ugyanúgy zenész tudjak maradni, úgyhogy ezen vagyok végül is. Ugye te nem csak előadóként, hanem dalszerzőként, dalszövegíróként is tevékenykedsz. Most ez a folyamat kicsit beindul? Több időd lesz rá? Esetleg most elalassultak a világ történései? Hát azt gondolom, hogy amint megépült az új kis házi stúdióm az utcában, akkor valószínűleg belevettem magam a munkába, és nyilván a saját dolgaimat is kell tegyem, hiszen évvégére lesz egy nagyobb esemény, ahol szólóba fogok megjelenni, de persze van egy csomó olyan dalszöveg megrendelés, aminek szívesen teszek eleget, szóval hogy nem fogunk unatkozni. Na, ez nagyon izgalmasan hangzik, szerintem ezt a rajongók is izgatottan várják, meg a mi nézőink, olvasóink is a Joynál.